Automatából vásárol magyar termelői tejet ez a nő a dunaújvárosi piacon. Példáját egyre kevesebben követik. Az elmúlt években sokkal kevesebb tejet, valamint tejterméket fogyasztott Magyarország lakossága. Emiatt, valamint a tejvilágpiaci árának csökkenésének köszönhetően jelentősen esett a nyers tej felvásárlási ára. 2015-re sikerült azt elérnünk, hogy jelen pillanatban, hogyha mondjuk a 2015 júniusát összehasonlítjuk a 2014 júniusához, akkor körülbelül egy 25-28%-kal csökkentek a nyerstej felvásárlási árak, tehát egy évvel ezelőtt átlagosan 103 forintért lett felvásárolva egy kilogramm tej, a mostani június hónapban pedig 75 forintért. Mékuti Tibor szerint a termelők problémáját tovább súlyosbítja, hogy külföldre sem tudnak exportálni. 2015. április 1-től ugyanis megszűnt az uniós tejkvóta rendszer, ami azt jelenti, hogy csak a tagállamok lehetőségei és képességei szabnak határt a tejtermelésnek. A hazai tejfelvásárlási ára tovább eshet. Április 1-ével megszűnt a kvótaszabályozás. Ez ugye azt jelentette, hogy már az elmúlt 2-3 évben erre az Európai Uniós nagy tejtermelő országok, mint Írország, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Dánia, mind tejtermelés növelésére készültek, és hát nyilván ez azt jelenti, hogy nincs szüksége Európának a magyar tejre. A tejtermék tanácselnöke hozzátette, ha a problémákra nem találnak megoldást, sok termelő kénytelen lesz felszámolni az állományát és kiönteni a tejét, mivel, mint mondta, egyszerűen nem tudnak vele mit kezdeni.